Kulisszatitkok. Mindig valami különleges, érdekes előadás után járunk, vagy ha valamit meg kell tudni, hát a mai témánkba muszáj, hogy megtudjunk minden kulisszatitkot, ami ez az előadás mögött található. Ugyanis nem beszélek másról, mint a székesfehérvári koronázási napok fénypontjáról, a koronázási szertartási játékról, ami bizony most jubilál, hiszen az ötödik évada lesz. Épp ezért nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szikora Jánost, a Vörös Marty Színház igazgatóját, rendező, sőt azt hiszem, hogy mai témánkban szerzőként is üdvözölhetem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy talált időt, hogy elfogadja a meghívást. Én is köszönöm, és szép estét kívánok mindenkinek. Hát én azért mondtam, hogy muszáj, hogy erről beszélgessünk, mert ha láttak csodát színpadon, ami ráadásul nem is valódi színpad, akkor ezek a szertartási játékok azok. Hogyan is kezdődött, hiszen nagy királyaink koronázása, élete kerül elénk, hogyan kezdődött az első? Kitalálta ki, hogy legyen. Amikor az István a király című Rock opera 25. évfordulójára rendezett nagy előadást erre készültem, akkor forgattam otthon a, makettet. És a kisfiam ott játszott körülöttem, és kérdezte, hogy ez mi lesz. És mondtam, hogy ez egy, ez egy zenés történet István királyról. Igen, István király, nagyon kicsike volt, még iskolába se járt, valamit meséltem róla, és azt kérdezte tőlem, hogy és papa, és, és István király most hol van? És tulajdonképpen zavarba jöttem. Hogy, tényleg, hol is van István király? Jó, persze, a szarkofágja ott van. Na de ő maga hol van? És ez tulajdonképpen idegesített, hogy én nem tudok válaszolni arról, hogy az első királyunk hol van. Illetve túl bonyolult és komplikált volna lenne a magyarázat. És akkor elkezdtem ennek utána nézni. És kezembe került egy nagyon érdekes könyv, Hankó Ildikó régész antropológusnak a könyve, Királyaink Tömegsírban. Ez a könyv címe. Ajánlom egyébként mindenkinek olvasmányul, és ez egyszer csak ö, kinyitotta a szememet, és úgy olvastam végig, mint egy krimit, és rájöttem arra, hogy az a murvával leszórt terület, amit nemzeti emlékhelynek nevezünk, és amiben ott azért látszik egy hajdani nagy ö, léptékű, grandiózus épületnek a alaponalainak a maradványa, vagy a körvonala, az micsoda fantasztikus ö, titkoknak az őrzője, és a múltunk milyen megkerülhetetlen állomása, és hogy ez tulajdonképpen eltűnt, törlődött az emlékezetből, és hát az évszázadok ö, eleget tettek annak érdekében, hogy leradírozzák a Földről. Úgyhogy ez engem elkezdett nagyon érdekelni, és amikor a sors úgy hozta, hogy jó pár évre rá, Pályázatot hirdettek a székesfehérvári ö, színház élére, akkor arra gondoltam, hogy ha én ezt a pályázatot megnyerem. Persze, csinálok színházat is vagy majd rendezek darabokat, és ilyet is, meg olyat is, meg társadat is Tehát Tehát akkor már ott Igen, volt a vörös színház a színházban. Nem, hanem nem. Mi, mielőtt még a pályázatot megnyertem volna, az én pályázatomnak egy kardinális pontja volt, ha én ezt a pályázatot megnyerem akkor én szeretnék egy történelmi múltú fesztivált csinálni, amelynek az volna a lényege, hogy én szeretnék létrehozni Székesfehérváron egy virtuális Panteont. Mert a magyar királyoknak nincs Panteonja. Mert ott Parlabnak, hát ezt is ajánlom mindenkinek, ugyan nem egy túl szívderítő, de szerintem kikerülhetetlen látogatás. Látogasson el Fehérvárra, és ott a Magdolgozasszony bazilika végében egy hatalmas műkő zár egy betonsilót. abban minden évben le lehet menni augusztus végén, és ott bádok teknőkbe, bá leforrasztott bádok dobozokba, leltári számmal ellátva rengeteg csont hever, és nem tudjuk, és ma már én szerintem nem lesz ember, aki ezt valaha ezeket a tudatosan, tudatlanul ne bolygassuk, hogy uh -huh. kik és hogyan és miért keverték össze ezeket a csontokat, ahelyett, hogy tisztességgel szétválogatták volna őket. És ha belegondolok, hogy ezekben a ládákban ott van Mátyás király, Szapolyai János, második Lajos, és fo folytathatnám a sor. Félelmetes. Királynői egyfelől félelmetes, de másfelől nevezhetjük ezt szégyennek is. Uh -huh. Nem feltétlenül nekünk kell szégyenkeznünk, de hogy a, az elmúlt évszázadokban bőven volna kinek és miért szégyenkezni, hogy így lett, ez biztos. És akkor arra gondoltam, hogy én szeretnék egy ilyen virtuális panteont. Tehát én művészember vagyok, én nem vagyok régész, én vagyok történész, én, én virtuális értelemben tudok teremteni valakit, mondjuk egy alakot, vagy megmutatni egy élettörténetet, és azt gondolom, hogy ha ezt egy, a nagy királyink élettörténetét megmutatom, akkor valamilyen értelemben mégiscsak fölébresztettem őket egy kicsit, és valaki mégiscsak az emlékeiben hazaviszi őket. Tudja, hogy ez benne van az előadásokban? Képzeljék el, hogy amikor a színész, vagyis a húsvér ember, király, elindul, és érzékelem, hogy ő egy ember, egy magasabb rendű ember, egy király, és egyszer csak átváltozik, máig nem tudom, kíváncsi lennék a titokra, hogy megemelkedik a palota kövezete, előtűnik egy báb, valahogy ebbe beleolvad az ember, és az az ember, akinek láttuk az életét, mintha egy magasabb dimenzióba, már mint egy panoptikum jeles képviselője egy ötméteres bábbá alakul, és valahogy elszáll. Nem, nem tudok rá jobbat mondani. Hihetetlenül gyönyörű és megrázó. A, ez, egy, ez egy szép kép. Nem minden koronázási szertartás játék éri véget, de amit most e említett, az Könyves volt. Kálmán életét megelevenítő szertartási játék befejező mozzanata volt. Um, ami azért érdekes, mert uh, ugye mi egy koronázási szertartás játékot hirdetünk. Ennek tulajdonképpen ezeknek a szertartás játékoknak hármas funkciója van. Egyfelől hosszú munkával, azt gondolom meglehetős hitelességgel sikerült rekonstruálnunk a középkori koronázás rituális ceremóniáját. Az évszázadok szerencsénkre megőrizték az ordo, ordónak nevezett Szertartásrendeket, amelyekben pontosan leírták, hogy mikor, kinek, mit kell csinálni, mit kell mondani. Ez egy forgatókönyv, latinul írt forgatókönyv. Hozzáteszem, nem beszélek latinul, de a fordítás révén meggyőződhettem arról, hogy ezek rendkívül nyelvi szépséggel megfogalmazott mondatok. Ezen kívül ezek az ordók nem csak a szertartásrendet, hanem az elhangzott liturgikus énekeket is rögzítették. Tehát van bizonyos támpontunk. És én, hát hol máshol, hol, ha nem, a hajdani koronázó templom helyén, azt gondolom, hogy ennek van egy, 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 egy fantasztikus üzenete és értéke, hogy gondolja el, több mint 500 év, te majd 500, nem igaz, nem öt több, hanem majd 500 év telt el azóta, hogy Székesfehérvári Nagyboldogasszony Bazilikában az utolsó királyt, Ferdinándot megkoronázták. Um, és aztán ez a templom az enyészett élet. És utána, 2012-ben, majd 500 évvel, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a szövegekkel, ö, egyszer csak bejött valaki, aki természetesen nem az Esztergomi érsek volt, hanem egy színész volt, aki az Esztergomi érseket játszotta, és bejött valaki. Aki, aki az aktuális király, tehát hogy gondolja el, hogy ugyanazon a helyen ez, ez megismétlődik. Tehát ennek van egy, egy, egy fantasztikus felemelő jellege, és azt gondolom, és az a meggyőződésem, hogy azok az emberek, akik eljönnek, és megnézik ezeket a szertetés játékokat, azok egy ponton túl nem azt érzik, hogy színházba vannak. És nem is úgy mennek, hogy színházban vannak. Azok azt érzik, hogy templomba vagyunk. Uh -huh. Mert megpróbálom a magunk eszközeivel nem csak magát a szertartást, hanem annak az óriási templomnak a dimenzióit is felépíteni, világítással, díszletelemekkel, stb. Mondjuk egyszerű a helyzetem az a templom alaprajzával, mert a mostani szertartás játékok azok a hajdani nagyboldogasszony bazilika, Alaprajzára épített, körülbelül másfél méterrel vagyunk az eredeti szint fölött, épített, óriási színpadon játszódnak. De hát ez a színpad, ez tulajdonképpen nem más, mint a hajdani Nagyboldogasszony Bazilika alaprajza. Tehát uh, itt még az oltár is hozzávetőlegesen azon a helyen van, ahol hajdan lehetett. Ott jönnek be a szereplők, ahol hajdan bejöttek a Nagyboldogasszony Bazilikába. Tehát ez egy uh, végtelenül izgalmas és felemelő dolog. De azt gondolom, hogy persze önmagában, ha csak... Uh, magát a szertartást akarnánk megmutatni, azért az jó, érdekes egyszer, kétszer, de a szertartás igazi tartalmát mégis az a király adja, akit éppen koronáznak. És így esett aztán a választás arra, hogy szemteljünk egy koronázási ciklust az Árpádházi királyok legjelesebbjeinek, tehát azoknak, akiknek a uralkodása, történelem formáló sorsfordító erejű volt. Hát eddig öt ö, játszódott le ebből a történ ebből az Árpádházi történetből, és most vagyunk a Zenitem. Tehát harmadik Béla koronázási szertartás játékát láthatja most a közönség augusztus 18-19-én, és, és van egy alt ennek, az Aranykor trónusá. Ezt azért érzem nagyon találónak, mert az a gondoljál több mint két évtized, ez óriási, tehát ennek a szerencsétlen viharvert országnak az életében két évtized béke, nyugalom és prosperitás, ez óri óriási. És ez harmadik Béla. Tehát az az Árpádház igazi zenitje, az az Árpádház igazi aranykora, nagyon ritkán ismétlődött meg ilyen aranykor sajnos a magyar történelemben. É, és ez hát harmadik Bélának, és bizonyos szempontból annak a világpolitikai konstellációnak is volt köszönhető, amelyben neki uralkodni adatott. Na most itt komoly drámai feszültségek is vannak ezen a színpadon, de vajon hogyan? Azért mondtam, hogy szerzőként is üdvözöljük, mert szerintem a szertartás rendeken kívül leírva semmi nincs. Ez igaz. És tulajdonképpen ez a legnehezebb, hogy az ember a saját fantáziájával kényszerül pótolni azokat a réseket, amelyeket az írott történelem meghagyott. És ezek a rések nagyon tágak. És ez belülről jön? Hát igen, azt gondolom, hogy ez alapvetően inspiráció kérdése. Biztos. És azért hagyják még valamit hozzá, hogy minden egyes alkalommal, ezt most ötödjére élem át, van bennem egy szorongás, hogy jó-jó, persze az embernek van egy fantáziája, az mozog, az inspirálódik, de hogy az egy felelősség is, hogy én hogyan láttatok egy embert de az, amit én elképzelek róla, az köszönő viszonyban van egyébként a valósággal. Milyen ember volt László király? Milyen ember volt István király? Ki tudja? Ki veszi a merészséget, a bátorságot? Azt mondja, ilyen ember volt, kérem szépen. Nem tudjuk. De, de az ember itt tényleg csak egy ilyen spirituális igazolásra számíthat, hogy van egy inspiráció, amit hitelesnek érzek, és azt gondolom, hogy igen, nekem így kell ezt az embert ábrázolni, és ez így lesz jó. Én ezt köszönöm, mert közismert személyiségek mondtak már Szent Istvánról olyat, hogy a szegény, megesett öreg bácsi, és biztos, hogy nem így kell láttatnunk Szent István királyt. Úgyhogy én hiszem azt, hogy aki már ilyesmit ír, az mintha megszállná valami, és tudná, hogy Kétségtelen, hogy, hogy, hogy mit kell leírni, valaki vezeti talán a tollát. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokszor így tavasztáján elfog a szorongás, hogy képes leszek. Tehát képes leszek most csak újból neki rugaszkodni valami érdekeset, a maradandót, hasznosat mondani az új soron következő királyról. És aztán egyszer csak valahogy ez a belső szorongás feloldódik, és hirtelen minden olyan magától értetődővé válik. És ez nagyon érdekes, hogy minden egyes szertartási játékot befejezve ezekre a királyokra úgy gondolok vissza, mint személyes ismerőseimre. Tehát, minthogyha megengedték volna az évszázadok távlatából, hogy megérintsem őket. És akkor egy pillanatra úgy megszülettek, és olyan ismerősként válunk el egymástól. És ez nagyon, nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Hát az az igazság, hogy én még számos kulisszatitkot szeretnék kérdezni, de talán akkor jövőre találkozunk egy újabb szülés után. Annyit tegyünk még meg a nézőknek, hogy a szereplőkről két, hiszen van, aki minden részben benne volt, ki lesz most? harmadik Béla, harmadik Béla Hirtling István lesz. Róla el kell mondanom azt, hogy az Árpádházi királyainkban kettőről, Szent Lászlóról és harmadik Béláról jegyezték fel a kortársak, hogy nagyok voltak. A szó fizikai értelmében. Tehát azért abban a korban vagyunk, amikor olyan 1,60 körül, 1,60-1,65 körül megállt az átlag magasság, és 180 182 centiméteres emberek, ezek óriások voltak, és Szent Lászlót mindenki óriásnak látta, és harmadik Béla is egy nagy termetű ember volt, de Szent Lászlóval ellentétben ő nem a fizikai erejével, hanem az értelmet, intelligenciát és kiegyensúlyozottságot tükröző személyisége párosul egy magas fizikai tervettel. Tehát Például kortárs követek leírták a harmadik Bélával való találkozásukat úgy, hogy találkoztam a magyarok királyával, igen szép ember, és tulajdonképpen olyan ember, ahogyan az ember a királyokat elképzeli. Uh -huh. Na most én azt gondoltam, hogy igen, tehát itt fontos a, a, a külső is az, hogy egy intelligenciát és kiegyensúlyozottságot tükröző személyiség legyen, és én ezt a Hirtling Istvánban értem megtalálni. A harmadik Bélának volt egy nagy szerelme, első felesége, Antiochiai Anna, aki sajnos korán meghalt, ezt a szerelmet Trokán Nóra személyesíti majd meg, akinek az édesapja szintén szerepel a darabba, ez egy érdekes kapcsolat, mert harmadik Bélát, akinek édesapja a második Géza viszonylag fiatalon meghalt, és tulajdonképpen Béla több mint egy évtizedet a bizánci császár udvarában töltött. Csak egy zárójelbe jegyezném meg, hogy arról a bizánci császárról beszélünk, akit a könyvek Manuel császárként uh -huh. emlegetnek, és nagyon kevesen tudják, hogy nyugodtan. Hívhatjuk Manuel császárt Szent László király unokájának. Mert Manuel bizánci császár Szent László király unokája volt, az ő anyukája volt piroska. Ezt bizáncban senki nem tudta, hogy ki a piroska, de ha azt kérdezik, hogy ki Szent Iréne, Iréne Koméniusz császár felesége, aki ma Ája Szófia van egy gyönyörű mozaiképpen látható, hát azt kérem szépen, Szent László király lánya piroska. De hát a történelemnek vannak ilyen különös ö, ö, titkos szálai, és ennek a piroskának a fia, Manuel császár vette magához harmadik Bélát, ott nevelte az udvarban, mm. Hát ez is egy fontos kérdés volt, hogy ki az a személyiség, akit, hogyha most a, a Hirtling Pista mellé lakok, akkor hát azért az egy ilyen apa, azért az úgy valaki, aki ott lak. És akkor eszembe jutott, hogy pár évvel korábban Trokán Péterrel dolgoztunk együtt, és én nagyon szeretem a Péter személyiségét, színész egyéniségét, úgyhogy benne találtam meg azt, aki atyaként, Hirtling Pista nevelőapjaként és Monolet császár megszemélyesítőjeként lép majd fel. Blaskó Pétertől és Mihály Győzőtől pedig egyszerűen évek óta nem tudok elválni. Ők minden évben feltűnnek, hol ilyen, hol ebbe, hol ebbe, hol abba a voltak már koronázó püspökök, voltak íródeákok, tehát mindenféle variáció volt. És tudja, mi az érdekes, hogy az ő esetükben, természetesen én mind a két színészt nagyon jól ismerem, hiszen dolgoztam is velük, és szeretem, becsülöm a színészetüket, de alapvetően ami fontos nekem, amiben én szerelmes vagyok rendezőként, a hangjuk. Mm. Én egyszerűen imádom ezeket a hangokat, és annyira kötődöm ezekhez a hangokhoz, a Mihály Győzőnek a hangjához, a Blaskó Péternek a hangjához. Azt hittük, hogy csak mi nők vagyunk így ezzel. nekem nagyon érzékeny a fülem, hogy tegyem hozzá, és az emberi hangra különösen, meg az intonációra, és a Péternek a hangjából mindig sugárzik valami olyan Letisztult emberség, ami nagyon ke amit, amit nagyon kevés emberi hang hordoz. Hát, kedves rendező úr, szerző úr, igazgató úr, azaz Szikora János, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, hogy mi itt órákig tudnánk még beszélgetni, de feltétlenül visszavárom. És egy mondatban még csak annyit, hogy egy nagy sikerű operát rendezett Dubrovnikban. Egy mondatban csak. Hendel Orlandójáról beszélünk, éppen a napokban értem vissza Dubrovnikból, a Dubravniki 68. nyári fesztiválról rendeztem Lokrum szigetén, egyébként egy bencés kolostor udvarán, egy gyönyörű természeti labirintusban. Labirintus, igen. egy természeti labirintusban. Ez egy gyönyörű opera, és milyen érdekes, hogy 1733-ban volt a bemutatója, és 10 előadás után 200 évig elfelejtették mintha nem is létezett volna. És valamikor a 1920-as években valaki kiásta, bemutatta, és azóta rácsodálkoztak, hogy ez egy fantasztikus barokk opera, egy igazi gyöngyszem. Öhm, hát én nagyon nagy boldogsággal dolgoztam, részben a énekesekkel, részben az angol karmesterrel, és volt egy fantasztikus címszereplő kontratenor, fiatalember, szintén angol, Owen Willetsnek hívják, fantasztikus volt, nagy, nagy, nagy élmény volt. Köszönöm szépen, kedves nézőink, ha tehetik, irány Székesfehérvár, ne hagyják ki, mert olyan felemelő érzésben lesz részük, amit bizony ritkán mondhatunk el.